Sziasztok, köszöntöm az Egyetem TV nézőit. Hát óriási örömömre az Intim Torna Illegál ad nekünk egy rövid interjút, akik hát óriási bánatomra felbomlanak lassan, és nekem tényleg hatalmas megtiszteltetés, mert rajtatok kívül még a Use Me zenekar az, ahol az összes számot tudom az elejétől a végéig. Szóval rengeteg Intim Torna koncerten voltam már, úgyhogy igen. És nagyon, nekem tök jó sztoriaim is vannak ezzel. Életemben egyszer sírtam koncerten, és az Intim Torna Illegál koncert volt, úgyhogy én iszonyatosan sajnálom, hogy felbomlottak, de nem én, nem akarok én. Bocsánat, elnézést, hogy kiveszem a kezedből. Sziasztok, Gálos Ádám vagyok az Intim Torna Illegálból, és akkor most megint te, hogy volnánk kedves kis alanyunkat, akivel ma találkoztunk itt először, hogy miért sírtál életedbe először Intim Torna Illegál koncerten? Na jó, hát akkor elmesélem igazából. Az egyik legjobb barátnőmmel van egy nagyon jó közös számunk Intim Tornán, a Nevetségesen, mert hogy van egy ilyen sztori, hogy nagyon viccesen táncolt egyszer pont színen, és akkor így ez közös számunk, és 4 éves korunk óta ismerjük egymást, és amikor így rájöttünk, hogy én Szegeden fogok tanulni, ő Budapesten, és az első külön Intim Torna Illegál koncertünkön, amikor megszólalt ez a szám, akkor sírtam el magam. Hát ezt nagyon sajnálta halljuk, de egyszerre pedig örömmel is halljuk, hogy egy ilyen örömöd fűződik, illetve bánatod ehhez a zenekarhoz. És most visszaadjuk. Sajnálom, hogy nem játszátok ezt a számot. Úgyhogy egy privát koncertben előadhatnám. Na de most akkor igen, én. Hát régen sokat játszottuk. Hát azért is sírtál valószínűleg. Sírásig játszottuk. De az egyik legjobb számotok amúgy. Nekem legalábbis. Na de akkor most kicsit sztorizgassatok ti is. Mi a kedvenc? Hát ilyen koncertélményetek, fesztivál élményetek. Nekem az egyik a színről, bocsánat, csak tényleg az a színről, hogy egyszer volt egy olyan hétvégénk, amikor 6 koncertet adtunk 2 nap alatt, vagy 3 nap alatt, nem is tudom, és volt egy olyan, hogy a szín volt a 3. aznap, és éjjel 2-kor robbantunk be a színpadra úgy, hogy már fél órája több ezer ember az ilyen sátorba teljesen tele volt, és üvöltötték, hogy Intim Torna, és azt ugye van egy ilyen, hogy mi a van, ez szokott lenni, és ezt üvöltötték fél órája, mi megérkeztünk fél óra késéssel, és valahogy azt éreztem, hogy a buszból így a színpadra föl a cuccok, mi is fönn voltunk, és egy olyan koncertet nyomtunk le, hogy a mai napig így ez egy ilyen maradandó élmény maradt, és ez volt a legelső ilyen színes élményünk. Aztán hát azóta pedig voltunk már nagy színpadon, voltunk mély színpadon, voltunk itt ezen a mindenféle színpadon, mindent megjártunk, nagyon szerettünk itt játszani. Ehhez még hozzácsatolnám, hogy pont ezen a koncerten történt ez, mert ezt megjegyeztem, hogy igen, hogy akkor ez a 3. állomásotok volt, és hajnali 2-kor igen. Úgyhogy összeérnek a szálak. Így volt kerek. Igen. Nektek mi a kedvencetek? Ez a sztori, amit most elmondtatok így ketten, és ez pont összeért. Az egyik színpadon, nem tudom, már melyik évben játszottunk, úgy látszik, ti jobban tudjátok ezt, itt össze vagytok itt ezen hangolódva. Ott arra nagyon sütött szemből a nap, azt hiszem, talán még félmeztelenül is kellett játszani, és egyszerűen le kellett mennem a színpadról koncert közben, és úgy, ahogy van, beálltam az zuhany alá, lezuhanyoztam, és újra hantam vissza, hogy ne álljuljak el, és akkor így egy csúrom vízesen, és mindenki nézett, tök történt ezzel a csávóval, biztos vízesen. Nagyon izzad, vagy ilyesmi, de nem. Egyszerűen szükség volt egy hideg zuhanyra koncert közben. Hát igen, azért egy Intim Torna koncert, megterhelő így nektek is, meg nekünk abszolút, is. Abszolút, amúgy nem hinnétek, de nagyon megterhelő. Például most a Covid után, amikor újra elkezdtünk koncertezni, pont Debrecenben egy másik fesztiválon léptünk fel, ahol lejöttünk, és fél óráig azt éreztem, hogy a szívem, az, hogy konkrétan van szívem, és végre érzem, hogy van szívem, és fél óráig így ültünk. Tényleg. Abszolút. Igen. Neked mi a kedvenc élmény? Nekem elmondták egyébként, nekem más sztorium, amikor jöttünk egyszer. Nekem az van, amikor bejövök a színre, és láttam ezeket a medencéket, ez körülbelül még a nagyon legelején volt. Az úriember volt itt ült bent a medencébe, Cure koncert volt még annó, és bejövök, mindig azt várom, hogy a Peti valami medencéből elő fog érni, mert ez annyira benne maradt, hogy jött az egész zenekar, itt már előtte itt volt. Azt hiszem, hogy te bátyád, hogy kivel voltál, és egész nap itt voltak, és utána mentünk át koncertezni. De igazából a legnagyobb élmény színhez nyilván ez, amit az Ádám említett, hogy tényleg 160-an jöttünk az autópályán, még ide értünk, és már izé ordított a közönség, hogy az kurva egy koncert volt, hogy felmentünk a színpadra, szétrobban.
Úgyhogy... És a hangszereket azokat így, ahogy szedték ki a buszból, az a csávó ment fel az elkárba, igen. Tehát ilyen lábdob, oké, megy a lábdob, gitárerősítő, gitár, ének, majd mindenki így jött fel, és akkor gyakorlatilag így másfél óra alatt így összeállt az elkár, de így egyenként, tehát hangszerenként, ez hihetetlen volt, ilyen szerintem külföldön nincs is. És rajongókkal kapcsolatos élményetek van, ami így nagyon megmaradt, vagy ami nagyon meghatott titeket? Ezen kívül, amit én mondtam. Nagyon ismert rajongónk, Vajda Attila, aki szegedi, és kiderült, hogy rajongó, és akkor vele sokszor találkoztunk itt, és ő is mindig meg volt hatódva igazán, hogy dalokon. Azon kívül, amit most elmondtál, az igen csodálatos volt. Hát bármilyen rajongós sztori, amikor így jönnek, például most is a koncert után jöttek Erdélyből, van egy pár, aki követ minket, meg jönnek az ország minden részéből, és akkor ez így nagyon megható volt pár hete, hogy játszottunk valahol Vas megyében, és jöttek a Felvidékről, hoztak nekünk ajándékba söröket. Szóval ez nagyon szerteágazó, minden koncerten van ilyen, hogy így meglepnek minket, és ez így nem is gondolnád, hogy ennyit jelentesz az embereknek, és hogy tényleg ilyen hatással vagy sorsokra, meg ember életekre. És most is volt egy hölgy, aki idejött, és csak egy ölelés szeretett volna, és hogy mennyit jelentünk neki, és szóval az ilyenekből, az apró kis rezdülésekből, hogy wow, és ez ilyen flow élmény, szokták ezt mondani. Neked nincs semmilyen, amit még kiragadnál? Mi valami? Nem, én le vagyok tompulva. Igazából rengeteg rajongónk van, meg érdekes módon, hogy az Ádám is mondta, most itt voltak az erdélyek, már azt mondta, a ötödik koncertjükre jön, és folyamatosan jönnek. Felutaznak Marosvásárhelyről. A hónapban. Tehát, hogy ötödik koncertek jön. Igen, nagyon durván. És volt egy néni, aki palacsintát sütött nekünk, és most a múltkor találkoztunk, és mindig meghívtak, és megjöttek két kosár palacsintával, az egész családban, meg ott hozta a palacsintákat. Úgyhogy mindig vannak ilyen eszement, hogy mondjam, ilyen találkozásokat. Hát, ennyi. Igen, kiégtem. Ja, szóval köszi szépen. Köszönjük, és... Tényleg, köszi. És várunk téged, sok szeretettel. De várj, még azért nem fejezzük be. A dalszövegekről nagyon szeretnék veletek beszélgetni, mert hogy egyszerűen szerintem ti írjátok az egyik legjobb dalszövegeket itt Magyarországon. Nekem, akkor Peti, te írod a legjobb dalszövegeket, az egyik legjobb dalszövegeket szerintem, mert egyszerűen... De amúgy tényleg hihetetlenül... Tehát, hogy így annyira, nagyon ritka az, amikor úgy érzi az ember, hogy így tényleg szívből szól, és nem érzi azt, hogy mondjuk ott erőlködsz a dalszövegeken. Hogy születnek meg? A sötétből, a semmiből egyszer csak jön, és akkor gyorsan leírom, mielőtt elfelejteném. Úgyis nagyon-nagyon rövid a memóriám. Iszonyú rövid, nem tudok megjegyezni semmit. Úgyhogy ha valami eszembe jut, azonnal leírom, és van egy csomó hosszú jegyzetem, amiben így mindenféle dolgokat beleírom. Mindenféle ilyen bemondásokat. És akkor, mint az, hogy hipnotizer, és aztán utána meg úgy kialakul. És mi a kedvenc Intim Tóna dalotok? Tudom, hogy nehéz mondani egyet, de azért mégis. Ez a mindig más kategória. Hát figyelj, ezt... Akkor aktuálisan megy. Van most kedvenc? Nem tudok megnevezni kedvenc számot. Az outro, most ezen a koncerten az volt a kedvenc számom. Hát jó. Tényleg, az outro az egy nagyon jó szám volt. Nagyon. Elfáradtam a mai bulin, és már... Néha van olyan, hogy már várod a végét, mert úgy jön össze a dolog. De amúgy persze ez energiával tölt fel, de a mai napon inkább az outrót nevezném meg. Ja, most a Csillagtengeren, az akkordjai miatt. Nekem is az az egyik, amúgy a másik. Az egy nagyon szép szám, az egy nagyon szép szám, nem tagadhatnánk le. Nagyon szép szám. Szeretik, és akkor az jó érzés, hogy szeretik, és akkor ettől én is szeretem. Szerintem az összes számotokat szeretik, ugye vagy? Pont engem kérdezel, hogy érdekes mondom, mindig mikor vannak a koncertek, meg hát ugye 10 év alatt egy csomó setlistet írtunk, mi az a szám, amit játszunk, mindig vannak újra, de amit én nem tudtam még megunni, az a Ha belehalna. Az mindig, ahogy így, nem tudom miért, azt nagyon, az úgy visz. Engem az mindig, azt tényleg nem volt az. Hát mindig, mikor nyilván van egy
szezon, és akkor 40 koncertet lenyomsz egymást, tehát általában hasonló a setlist, ugye begyakorolod, hogy bepróbálod azokat a számokat egymás után, hogy felépted, és aztán már van egy idő után, amikor úgy vagy vele, hogy így azért sokat játszod, de ha belehal, nekem olyan volt, hogy az úgy mindig ült. Amúgy nekem az a fura bennetek, hogy így, hogyha sokat hallgat egy zenekart vagy számot az ember, akkor úgy megúnya. Titeket nem lehet megúni, és ez amúgy annyira hihetetlen, hogy ezt így meg tudjátok csinálni. Igen, a pártatlan riporter szerep az így megdőlt már nagyjából az első másodpercben. Akkor még annyit kérdeznék tőletek, hogy így várjátok a végét, vagy milyen lesz? Nem lesz fura ennyi tomboló embert hátrahagyni, akik ennyire imádnak titeket, és mindig annyira együtt mennek a zenekarral. Hihetetlen jó koncerteket csináltok. Kiderül ott, a kabuciban, hogy ez, amikor meg, akkor vége van. Majd a... Én ott leszek. Na, akkor jó. De hát ez ilyen, nem tudom. Még nem volt ilyen, úgyhogy most meglátjuk, hogy mit fogunk érezni. Hát igen, ez majd utólag fog kiderülni. Előre nem lehet ezt megmondani. Egy-egy szóval jellemeznétek nekem az Intim Torna életérzést. Tényleg egy szót mondjatok a zenekarról most, ami eszetekbe jut legelőször. Szívcsillag kereszt. Igen. Hát akkor ez egyöntetű volt. Hát fiúk, nagyon szépen köszönöm ezt az interjút. Óriási élmény volt nekem, úgyhogy sosem fogom elfelejteni, és hát úgy gondolom, hogy a rajongók sem fogják elfelejteni soha ezt a zenekart, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy felbomlotok, és hát sok sikert kívánok nektek az életben, és nektek pedig sziasztok! Ciao. Nektek sziasztok, szevasztok!